Lions Club adventi hangversenye a rászoruló gyermekeket segítik. Gyűjtés a téli fesztiválon, több szervezet is fogadta a felajánlásokat. Feltűzték a bolya is szalagokat, egyre közelebb a megmérettetés. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Megtartotta a hagyományos jótékonysági koncertjét a Lions Club és a Kühne Fúvós Zenekar szombat este a Flash központban. A koncerten ezúttal Pápaváros Fúvós Zenekara vendégeskedett. A koncerten befolyt összegből a rászoruló gyermekek karácsonyát igyekeznek szebbé tenni. ...1996 óta minden évben megtartják a Lions Club és a Kühne Fúvós Zenekar által szervezett adventi jótékonysági hangversenyt. A hagyományos koncertet ezúttal Pápaváros Fúvós Zenekara nyitotta meg, akik örömmel vendégszerepelnek a jótékony cél érdekében. Pápaváros Fúvós Zenekara hagyományosan nem karácsonyi koncerteket szokott adni. Nálunk az újévi, úgynevezett újévi fúvós a legnagyobb koncert az évben, ezért nálunk nem karácsonyi műsor lesz. Inkább úgy gondoltuk, hogy hozunk egy kicsit fúvózene, egy kicsit szórakoztató zenét, és a vendéglátó fúvózenekarra hagytuk, hogy a karácsonyi hangulatot fokozzák. A koncert minden évben nagy népszerűségnek örvend, és jelentős összeget sikerül összegyűjteni. A felajánlások, mint minden évben, idén is nemes célt szolgálnak. Megyünk az idősek otthonába, a gyermekek átmeneti otthonába, a gyermekjóléti szolgálattal összefogva, illetve az ő segítségüket kérve olyan családokhoz, ahol sérültek élnek, illetve sérültek és rászorult gyerekek, illetve gyerekeknek is, akik tehetségesek, az a jövő héten lesz szép a mosoni karácsony, és ott pedig a tehetséges gyerekeket, diákokat jutalmazzuk meg. Az este folyamán aztán színpadra lépett a Kühne Fúvós Zenekar is Hernádi Sándor vezényletével, aki egyben a jótékonysági koncert kezdeményezője is. A zenekar a megszokott darabok mellett különlegességgel is készült a résztvevők számára. Az Oh Happy Day című számot, ami hát egy spirituálé tulajdonképpen, ott egy kórus fog velünk együtt fellépni, a Klangor ének együttes lép fel, valamint lesz a Halleluja, ez pedig Leonard Cohennek egy nagyon szép zeneszáma, amit Csütörtöki Tamás fog énekelni majd fúvós zenekari kísérettel. A koncerten felléptek a Kühne Zenetanoda növendékei is, akik az ünnepek közelettével karácsony hangulatú műsort állítottak színpadra. A Lions Club Mosonmagyaróvári szervezete nem csak az adventi időszakban, hanem egész évben jótékonysági rendezvényeken és adománygyűjtéseken keresztül igyekszik segíteni a rászorulóknak. A téli fesztivál ideje alatt több civil szervezet és egyesület is megszervezte hagyományos jótékonysági gyűjtését, de voltak olyanok is, akik idén először várták a felajánlásokat. A karácsony közelettével évről évre egyre többen állnak a jó ügyek mellé. A téli fesztivál évek óta tartó hagyománya, hogy a különböző civil szervezetek ezen az eseményen tartják évvégi jótékonysági gyűjtésüket, aminek köszönhetően a város és a környékbeli rászoruló családok karácsonyát tudják szebbé tenni. Idén sem volt ez másként, a két nagy egyesület, a Lions Club és a Rotary Club Mosonmagyaróvári szervezetei mellett volt olyan alapítvány is, aminek tagjai idén szerveztek először gyűjtést. Az Ad Flexum Caritas idén nyáron alakult, elsődleges célja a keresztény európai szellemiség jegyében magyarországi és külföldi intézmények és rászorulók segítése. 2017-ben alakult az alapítvány itt Mosonmagyaróváron, tehát viszonylag még rövid ideje működünk itt. Elsősorban azért jöttünk létre, hogy rászoruló személyeknek segítsünk, beteg, fogyatékos személyeket látunk el gyakorlatilag orvosi segédeszközökkel itt Magyarországon és külföldön egyaránt.
Az alapítvány a befolyt összeggel az éltes iskolásokat támogatja, akiknek egy kirándulás keretében szeretnének örökélményt szerezni. 12 diákot szeretnénk elvinni a bécsi karácsonyi vásárba, jövő héten 21-én, és ez a gyűjtés igazából ennek a finanszírozását szolgálja. Emellett hál' Istennek több környékbeli magánember, cég is jelezte már segítő szándékát, aminek nagyon örülünk, és mindenféle ilyen segítség olyan, mert a mi meglátásunk az volt, hogy nagyon sok olyan ember van, aki tudna segíteni, és nagyon sok olyan ember van, akinek segítségre van szüksége, viszont sokszor a csatorna a kettő között nincs meg, és igazából ezt a szerepet szeretnénk mi magunkra vállalni. Az alapítvány a továbbiakban is várja majd a jó szándékú emberek segítségét. A tervek szerint 2018-ban havonta egy-egy rendezvény keretein belül szerveznének majd gyűjtést. Moson-Magyaróvár és vidéke ipartestület életében szintén hagyomány, hogy a téli fesztivál keretein belül szervez jótékonysági gyűjtést a Segédlevél Közhasznú Alapítványnak. A régi iparos társakra, akik rá vannak szorulva, a szakmunkásképző iskolába azok a diákok, akik mindent nem tudnak magukénak megvenni, azokat az eszközöket, szerszámokat, és ezekbe szeretnénk besegíteni, hogy minél ők sem maradjanak le a többi emberhez képest. Az adventi időszakban szervezett gyűjtések elsődleges célja, hogy nem csak a város, hanem a kistérség rászoruló családjainak szebbé tegyék a karácsonyt, akár ajándékkal, tartós élelmiszerrel, vagy egy örök életre szóló élménnyel. Pénteken a Flash központban várták a családtagokat, barátokat a bolyai is diákok, ugyanis megtartották a hagyományos szalagavatót. A végzősök így még egy lépéssel közelebb kerültek az érettségihez. A 11. évfolyam előadásával vette kezdetét a Bólya iskola hagyományos szallagavató ünnepélye péntek este a Flash központban. Az alsóbb évfolyamosok aztán színes programmal készültek a végzősöknek. Én az iskolától varázslatot vártam. Úgy képzeltem el, hogy egy mesebeli várban varázsolni tanít egy okos varázsló. A szalagavató bálok hagyománya csaknem 200 éves múltra tekint vissza. A feljegyzések szerint Sámecbányán rendezték meg az első ünnepét az 1830-as években. Akkoriban valétálásnak hívták, ami a valéte szóból ered, jelentése pedig éljetek boldogul. A szokások azóta sem változtak, a szalag az elmúlt éveket, az összetartozást jelképezi. A szalagavató, mint tudjuk, több száz éves múltra tekint vissza. Először az egyetemisták, a végzős egyetemista diákok öltötték magukra ezt a szallagot, és az utóbbi években pedig a középiskolások életének, végzős középiskolások életének egyik legfontosabb eseménye. Az ünnepélyen aztán felkerült a két évfolyam mintegy 70 végzős diákjának szíve felé az identitást jelképező szallag is. Az eseménnyel a tanulók nem csak az érettségihez, hanem egymáshoz is közelebb kerültek. Szerintem összehozott minket, tehát én azt érzem, hogy olyan emberek is egymásra találtak így ebben a fél évben, meg így a tánc során is az évfolyamon belül, mint pedig az osztályon belül, akik eddig annyira nem tartották a kapcsolatot egymással. A végzősök a szallag feltűzését követően bemutatták táncokat is, amit hosszas felkészülés előzött meg. Nagyon sok érdekes gyakorlás és sok-sok próba előzte meg ezt a napot. A táncpróbák voltak talán a legnehezebbek, amik így az osztályunk előtt kihívást jelentettek, ugyanis hát fiú többségben vagyunk, és nem igazán erősségünk a táncolás, de
szerintem vettük az akadályt, illetve többszörösen elpróbáltunk nagyon-nagyon sok apróságot, hogy minden flottul menjen a végén. A szalagavató alkalmával a végzősök még az utolsó hajrá előtt közösen szórakozhatnak és kikapcsolódhatnak egy kicsit. Az első fél év zárása után pedig megkezdődik az igazi készülődés az érettségire. Két nap alatt két autó is megcsúszott, majd felborult a reggeli lefagyott úttesten Mosonmagyaróvár környékén, olvasható a mosonvármegye.net oldalon. Egy Fiat személyautó haladt az egyes számú főút felől Mosonszolnok irányába hétfő reggel, amikor a lefagyott úttesten a kocsi megcsúszott. Az autó ezután lehajtott az útról, megpördült, majd tetejére borulva a szántóföldön állt meg. A sofőr használta a biztonsági övet, így sértetlenül szállt ki a kocsiból. Hasonló baleset történt alig egy nappal korábban, vasárnap reggel, Dunasziget és Halászi között is. Itt egy Skoda csúszott meg a síkos úttesten, majd az útról lehajtva megpördült, és szintén a szántóföldön állt meg. A sofőrt itt is megmentette a sérülésektől a bekapcsolt biztonsági öv. Ez a két baleset is azt bizonyítja, hogy az autósok közül sokan nem készültek fel a téli időjárással megváltozott útviszonyokra. A rendőrség éppen ezért még nagyobb óvatosságra inti a közlekedőket. Fokozottan kell például figyelni a reggeli órákban, amikor még száraz időben is sok helyen lehetnek lefagyott részek az utakon. Emellett fontos elindulás előtt bekapcsolni a biztonsági övet, ami egy baleset során akár használója életét is megmentheti. Akinek még nincs érdemes ügyfélkaput nyitnia, mert a regisztráció csak pár percig tart, de annál több előnnyel jár. Ehhez személyazonosító igazolványra és aktív e-mail címre van szükség. Ügyfélkapun sok más mellett az adóügyek is egyszerűbben, kényelmesebben intézhetők, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Jövőre is a NAV állítja össze a vállalkozási tevékenységet nem végző magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallási tervezetét a rendelkezésre álló munkáltatói, kifizetői adatok alapján. Az elkészített adóbevallási tervezet az ügyfélkapun keresztül gyorsan, kényelmesen megtekinthető. Emellett az ügyfélkapuval számtalan dolog intézhető az interneten keresztül, például lekérdezhető az adófolyószámla, ellenőrizhető a biztosítási jogviszony, kiváltható a vállalkozói igazolvány, értesítést küld a hivatalos okmányok lejárati idejéről, sőt még a forgalmi engedéllyel és egyéb gépjárművel kapcsolatos ügyek is egyszerűbben intézhetők. Regisztrálni személyesen az okmányirodákban, a kormányhivatalokban, a NAV ügyfélszolgálatain, valamint a külképviseleteken is lehet. Röviden a szerdai időjárásról. Túlnyomóan felhős idő várható, csapadék csak az északi és keleti tájakon valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás, a hajnali fagy után napközben plusz 4 fokot mérhetünk. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Most a Napról Napra című műsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb szerdán 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!